későnk előek vagyunk, rohanunk, fél óránk van, én egy kicsit hamarabb kelek, és akkor megpróbálom neki teljesen helytelenül az ágyba vinni a ruháját, gyorsan ráhúzok mindent, felöltözünk, nem fésülködünk, és már indulunk is. Mert ugye, hogyha este már későn érek haza, akkor már csak egy óránk van együtt fürdésig, utána ő lefekszik a férjemmel, és nekem annyi volt az anyaság. Sürgősen fel kell ébredni a nőknek, mert olyan pályán mozognak pillanatnyilag, amit szerintem már nem lehet fokozni. Több nő hal meg szív- és érrendszeri betegségben, mint férfi. Magyarország kiváltképp igen rossz helyzetben van ilyen szempontból. A terv az két részből tevődik össze. Teljesítsem azt az álmot, amit mindig is elképzeltem magamnak, hogy szakmailag elismert legyek, és elérjek egy olyan pozíciót, ami számomra a beteljesülést jelenti. Ehhez most már szerintem elég közel vagyok, nyilván ezért is érdemes csinálni. Nem tudja megcsinálni 24 órába, nem lehet beletenni, hogy megfeleljen minden szinten. És ezért mindenben felületessé kell, hogy váljon, mert képtelen másképp megcsinálni, nem fog tudni megfelelni este 11 órakor, nem fog tudni olyan szerető lenni, nem fog tudni olyan anya lenni. A házas élet az egy külön téma lesz, előtérbe kerül a gyerek, a munka, mert hogy meg kell teremteni ahhoz, hogy a gyerek jövőjét biztosítsuk, azt, hogy ennek legyen anyagi háttere. És akkor hát valahol a sor végén ott a férjem és a család, és aztán a legeslegutolsó vagyok saját magamnak. Muszáj mindent most csinálni? Muszáj három gyereket bevállalni? Muszáj igazgatónak lenni? Muszáj 30 évesen doktorátusnak lenni? Muszáj? Most voltam ilyen vizsgálaton, megállapították, hogy nagyon egészséges vagyok, viszont vegyek vissza a tempóból, csak hát a tempót ezt nem mindig én diktálom.